nemzetközi tudományos konferenciáknak a szervező néven köszöntöm Önöket nagy tisztelettel. Kárpátaljai, magyarországi és vajdasági szakemberek tartottak előadásokat a Szolyvai Emlékbizottság által szervezett Gulág Gupjui Kutatók Nemzetközi Fóruma 2022 elnevezésű konferencián a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetben. A rendezvény az áldozatok emlékére gyertyagyújtással és közös imával kezdődött. Tóth Mihály, az Emlékbizottság elnöke nyitóbeszédében kiemelte, hogy az Oroszország által most indított háború is bizonyítja, hogy az emberek nem tanulnak a történelemből. Ezért is fontos, hogy minél szélesebb körben tárgyalják a munkatáborokba elhurcoltak történeteit. Zubánics László, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Történelem és Európai Integráció tanszékének vezetője által prezentált, a kárpátaljai magyarok és németek internálása és deportálása 1944 és 1945 között kiadvány mellett olyan munkákkal és megismerkedhettek a résztvevők, amelyek egy-egy adott település elhurcoltjaival foglalkoztak. Igazán fontos információkat akkor kaphatunk, hogyha mélyfurásokat végzünk egy-egy kisebb települést, illetve lehetőség szerint, és előbb-utóbb valamennyi település végben menő elhurcolásoknak a körülményeit, ha feltérképezzük, akkor hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minél teljesebb képet kapjunk az elhurcolások körülményeiről, tehát ha összeadódnak ezek a mozaik darabkák, akkor talán még újabb és bővebb adatinformációkhoz, tényinformációkhoz juthatunk. Igazából most egy újabb lehetőség nyílt a kutatók előtt. Ugye tudjuk azt, hogy 2019-ben Magyarország megkapta Oroszországtól a szovjet táborokban raboskodó magyar hadifoglyoknak és civil elhurcoltaknak egy hatalmas adatbázisát. Ez az adatbázis 682 000 nevet tartalmaz, és tulajdonképpen a Magyar Nemzeti Levéltár égisze alatt működik, létrejött egy kutatócsoport, amelynek az a feladata, hogy összevesse tulajdonképpen azokat a listákat, amelyek már a kutatók birtokában vannak, azzal a hatalmas adatbázissal adott településre vagy régióra vonatkoztatva, amelyet ő megcélzott kutatási területként, hiszen itt egy nagy kérdőjel van tulajdonképpen, hogy ez a 682 000 név, ez mennyire teljes. Tehát ugye az akkori Magyarország, a 172 000 négyzetkilométernyi területű Magyarországról elhurcoltakról van szó, ebbe beletartozik Kárpátalja és a Kárpátalja érintett települések, és pontosan ez a célunk, hogy adott régiót, adott településeket kiválasztva, ugye nyilvánvalóan az évek során valamennyi kutató rendelkezik már bizonyos listákkal, akár a helyi levéltárakból, akár a saját gyűjtése folyamán, és ez a cél, hogy tulajdonképpen a rendelkezésünkre álló neveket összehasonlítjuk, keressük ebben az adatbázisban, ennek megvannak a módszerei egyébként, és akkor azt a célt tűztük ki, és remélhetőleg majd következtetésként le fogjuk tudni vonni, hogy adott település, adott régiót illetően mennyire teljes, tehát mennyire találhatóak meg ebben az adatbázisban a vizsgált településről a szóló névadat, vagy névjegyzék, vagy listák, amelyek az elhurcoltak adatbázisait tartalmazza.